Sziasztok, Need for Speed Heat első része. Már játszottam ezzel a játékhoz, nem teljesen az elejétől, de még nagyon az elején vagyok egyébként. Most léptem be, már több hónap után kb. Azt se tudom, hol vagyok. Aha, nézzük csak, milyen autók vannak. Igen, 166, 141, 240, de ez kell level 18. Jó, hát akkor marad ez a BMW. i8 193-as, őt most tudom vezetni. Kinéző nappal, remélem nem kell elmagyarázni senkinek ezt a játékot, azért már elég régóta van, és így emiatt szerintem már bőven ismeritek. Elnézést, hogy egy kicsit szaggatozott a játékmenet, nekem full jól fut, de miért elindítom a videó felvevőt, azonnal a játék elkezd így lassabb lenni. Ez, hogy valaki tudja, hogy kell megoldani, akkor azt tökre megköszönném. Illetve valahol kéne nézni versenyt. Aha, ezek itt újak. Ide mondjuk tudok menni. Meg mondjuk még van itt is egy. Itten recommend, az nem az én autóm. Ide se. Ezeket itt, ó, ezeket itt bőven tudtam csinálni, akkor őket mondjuk. Illetve ezeket már nem. Még ezt, jó, akkor kezdjük mondjuk itt. Ez valami versenyszerűség, oda gyorsan elmegyünk. Ugrok mondjuk egyet. Ez valami sikerült. Ugye a zene ki van kapcsolva, nem, itt problémák lennek a YouTube-on, tudom, hogy így annyira nem olyan élvezetes, stb., de hát sajnos nem tudok ezzel, és én nem tudom, hogy mennyire szólna be a játék, érted, de szerintem biztos. Szóval én inkább nem kockáztatok. Inkább játszok így. Illetve egyébként a grafikát is emiatt vettem le, mert bíztam abba, hogy így nem nagyon fog ez a alkalmazás bezavarni, ez a videó felvő cucc. Tehát igazából ugyanúgy bezavar, de nem tudom, hogy miért. Nem mindegy is. És hát annyira nem mindegy. Valószínűleg nem tudom, hogy most én állítottam nem jó gombra. Aha, igen, nem működik a kontrolleremen a map. Ráborítottam egyszer egy kávét, és azóta az egyik gomb nem működik, szóval nem tudom, hogy ezt lehetne-e orvosolni. De ha végeztem ezzel a videóval, lehet megpróbálom szétszedni, de nem tudom mennyire merjem, mert hát nem vagyok egy ilyen szakember sajnos. Ezáltal nem tudom, hogy kockáztassak-e. Mindegy. Figyelni kell jobb oldalt a javítási csíkra, és ugye nem szabad nagyon széttörni. Jó, start. Remélem, hogy itt a versenynél ugye, hogy több autó van, nem fog jobban szaggatni, mert akkor jó maximum. Kiderül. Jó, hirtelen azt hittem csak egy ember ellen versenyzek, de nem, van többen is. Nyomjuk is. Hát igazából ott
talán kicsivel jobban szaggat. Nem tudom, az a baj, hogy lehet, hogy amúgy ugyanúgy. Plusz az, hogy én mit látok és a felvétel, az is megint más, nem tudom. De azt tudom, hogy amikor nincsen felvétel módban, nem akkor tökéletes. Ez valamiért az OBS-sel van. OBS-sel veszem fel. Igen, az elején ezt akartam mondani. Ha erre valaki tud valami megoldást, hogy ne szaggasson a játék, akkor annak ezt megköszönném. Mert mondom, nincs elindítva a videó, semmi olyan játéknak. És nekem ez a fura. És csak kizárólag ilyenkor. És hát ez így fura kicsit. Egyébként ezt jó elrontottam, ott az elején szépen megelőzött, de bízok benne, hogy vissza tudjuk előzni. Itt nyomunk egy kis nitrót, belefér. Ez simán meg lesz. Az értelemszerűen ez a játék, ez nem egy szimulátor játék. Ilyen el lehet vele hülyéskedni, kikapcsol agyilag szerintem, nem tudom, meg amúgy menő. Jaj, de jó helyen jöttek. Szóval, igen, nem olyan, mint egy, mit tudom én, micsoda. Assetto Corsa, meg Gran Turismo, meg Forza Motorsport, sőt, még a Forza Horizon az se hasonló, mert itt is tényleg egy törés, ugye, hogy vigyázzak, hogy ne tört szét az autót. Ez fizikálisan nem látszik, csak ja, hát egy kicsit így meg van repedve, de most nem, mert most rövidítettem meg, ugye átmész a benzinkúton, de alapból nem tudom, az irányítás is más, más az egy driftes dolog, érződik rajta, hogy nem egy szimulátor játéknak lett ez kitalálva, de szerintem amúgy tök jó, én szeretem. Csak hát konkrétan semmit nem játszottam szinte vele. Aztán hát most nyomom, hogy szerezzek benne kis pénzt. Kellenek jobb autók. Egyébként ez jó hosszú verseny, eléggé sokat kell menni. De hát ez a játék értelme, hogy versenyezni, szóval ja, nyomni kell. Egyébként kommentben nyugodtan jöhetnek játékötletek, hogy például mit látnátok szívesen. Illetve hogyha ez a kis sorozatszerűség is tetszik, ez a, és hát úgy mondom, hogy ez a játék, ez a Need for Speed Heat, akkor hát én még szívesen csinálnék máskor is ebből tartalmat. Szóval jelezzétek, hogyha szeretnétek még ilyet látni, és itt is a cél. Tökéletes. Elsők lettünk. Egy kis pénzt szereztünk. A BMW-vel megnyertük. És most pedig
megcsinálni ezt a másik versenyt, ami még ennél is könnyebb. Csak hogy ezek kész legyenek, ezzel is ugye szerzünk egy kis pénzt, és akkor így szóval így utána még tudunk autót fejleszteni, vagy én már örülnék, ha vehetnék egy újat, de hát az szerintem még kicsit messzebb lesz, és utána tudnánk komolyabb versenyeken is részt venni. Na nyomjuk is. És milyen hangi Honda Civic voltott. Hát ez nagyon könnyű verseny lesz, hát írta is, hogy mennyi a recommended autó, minimum szint, amit ajánlanak, de hát ehhez a BMW-hez képest az nagyon alacsony volt. Szóval valahogy csak sikerül. Egyébként mivel már nem játszottam a játékkal sokat, nem tudom, hogy például mennyire nehéz benne pénzt szerezni, szóval hogy hosszú távon tényleg, hogy mennyibe kerülnek alapból így az autók, mennyire kell megszenvedni egy-egy autóért, vagy például olyan, mint a Forza, hogy tök gyorsan meg lehet venni, tökre gyorsan fel tudtunk indulni. De valószínűleg nem annyira olyan élet, mert hogyha azt nézzük a Forza, ott ugye nincs az, hogy jaj, hát mindenképpen jobb, az a jó, hogyha jobb, erősebb autó van, mert ott igazából saját kategóriákon belül versenyzel, illetve ott van benne annyi játék, vagy nem játék, hanem annyi autó, hogy a mindenre meg kéne úgymond szenvedni, hát soha nem tudnál autót venni annyira, tehát sok van. Ugyan itt Need for Speed-be értelmszerűen kevesebb autó van. És itt inkább fontosabb az, hogy tényleg minél gyorsabb legyen, mint hogy most is ezek a szintek a versenyeknél. Fontos az, hogy jobb autóval menjél, mert akkor tudsz benne úgymond eséllyel részt venni. Hát ennyi. Szóval egyelőre még nem tudom, én ezek alapján azt gondolom, hogy valószínűleg nehezebb így ebben pénzt keresni, mint mondjuk egy Forzában. De nem tudom. Szóval ezt ki fog derülni. Mindjárt vége közben itt a versenynek. És akkor utána a következő részben pedig hát nem tudom, hogy mi versenyezgessünk, vagy inkább nézzünk szét így autók terén, meglátjuk. Vagyis, bocsánat, nem a következő részben, hanem hogy a verseny után. Még egy kicsit csak nyomjuk ezt mielőtt vége lenne a videónak. Na. Király. Nézzük, mennyit kaptunk. 18 ezot. Jó, akkor most van 108 ezrünk. Valamiért én azt érzem, hogy ez nem sok. Még lehet, hogy itt, ami van itt, ezt lenyomom. Vagy ne, nem nyomom le. Hanem...
Però umi. Auch tot, wie man schauen mit der Igen, wie man schauen mit der Play Back Payback andere Bassene. Wir need for speed Payback Ban. Hogy igen, hogy itt veszünk külön autó kereskedő. Már most vannak árak az én pénzemhez képest. Szóval most ezek eléggé kísértőkerésűek, szóval ilyeneket egyértelműen nem veszek. Még ezek a Mitsubishi is alacsonyak, ugye ezeket később biztos, hogy fel lehet tuningolni értelemszerűen, és akkor sokkal jobb lesz, de nekem már alapból is egy olyan autó kéne, ami azért eléggé nem rossz. Például ez a Dodge Challenger már így alapstatokkal sem rossz. Ez egynek nem rossz. Ugye 185-ös. BMW M3. Mennyi pénzünk van? 108. Ez jó, most kicsivel több. Oj. Aha. De igazából ilyen van. És hogy ez tuningolatlan annyi. Hát akkor. Akkor megéri. Igazából konkrétan megéri még. Jó, akkor nem veszünk autót, hanem szinteket szeretnék lépni. Azt pedig úgy fogjuk megcsinálni, hogy ezt tudom, hogy abban az éjszakai módban kell. Ő még nincs kész. Ő még nincs kész. Akkor ide elmegyünk, és akkor utána azt fogjuk csinálni. Na itt is vagyunk. Szóval amit elkezdtem, azt szeretném csinálni, hogy itt végignyomom az olyan versenyeket, amiken ugye elérem az ajánlott szintet, és akkor utána szerintem már az tényleg a következő részben pedig az éjszakai versenyek közül kéne párat nyomni, azok közül is azt, ahova elég az autónk, és akkor azzal pedig szerzünk egy kis XP-t. Hát ez is nagyon könnyű verseny lesz, én úgy érzem. Szóval csak érjünk a végére, én azt mondom. Igazából úgy láttam, hogy az elején, és hát még most szinte autót sem kell venni. Ugyanis level 14-nél feloldódik egy Mercedes, ami nekem megvan, és az annak is sokkal jobb az értékelése. Szóval max, hogy azt tuningoljuk kicsit, hogy valami ilyesmi, meglátjuk. De jelen pillanatban nem érzem azt, hogy szükség van autót vásárolni. Később biztosan lesz értelme. Nem tudom, majd meglátjuk. Sőt, hát 100%-a biztos. Azt vettem észre, hogy azért eléggé drágák az autók, vagy nem tudom, most nekem van így kevés pénzem, lehet, hogy ez később ez pont, hogy bármelyik autót meg tudnám venni, nem tudom. Még egyelőre. Úgy vettem észre, legalábbis az előző két versenyből itt el, hogy minél magasabb elvárás szükséges egy, és minél
magasabb minimum szint szükséges egy versenyhez. Talán többet keresek pénzbe, ez nem tudom, hogy az előzőnél ez csak véletlen volt, itt most megnézzük. Mert ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, de az első versenynél valami 23 ezret, vagy nem tudom mennyit kaptam. A másodiknál azt hiszem 18 ezret, és ugye ott sokkal alacsonyabb volt a, ugye a minimum szint, és ennél a legalacsonyabb a minimum szint, 140-es autóértékeléssel. Szóval megnézzük, hogy most mennyit kapok. Már hogyha itt még kevesebbet, mint 18 ezer, akkor biztos, hogy van összefüggés. És ezek alapján gondolom azt, hogy akkor valószínűleg minél ugye a játék előre haladtával, gondolom minél drágábbak az autók, hogy értelemszerűen, mert minél jobb autókat oldunk fel, hiperautókat, szuperautókat, vagy igen, hiperautókat, stb. Viszont gondolom azokkal, hogyha versenyzel, olyan versenyeken, ahova azok valóak, akkor ugye több pénzt kapsz, mint most a játék elején, és egyébként ez így jó, hogyha ez így meg van csinálva. Akkor van gond, hogyha a játék legutolsó versenyeibe is, a legdurvább autókkal is annyi pénzt kapsz, mint én most. Mert akkor tényleg nehéz összegyűjteni az új autókra. Ebből a szempontból nem tudom, hogy hogy működik ez az új Need for Speed. Hát új, hát már nem mai játék, de én most játszok vele. De mint ahogy láthattátok, meg szerintem mondtam, és nem a legelejétől játszok, szóval értelemszerűen nem így kezdődik a Need for Speed. Van bevezetője szépen, stb. Én ezzel már régebben játszottam, csak nem sokat vele, de nem nagyon volt kedvem, de most úgy megjött rá a kedvem, és most hát úgy döntöttem, hogy felveszem egy videóra. Aztán hát remélem, hogy valaki nézi, meg valakinek tetszik, ahogy itt szórakozok vele. Viszont most beértünk a célba. Most. Szóval nézzük, mennyi pénzt kapunk, és akkor szerintem ez is lenne itt a kis utolsó versenyünk ebben a videóban. Majd aztán folytatjuk máskor. 20 ezeret. Akkor viszont még többet kaptam, mint az előzőben. Akkor nem tudom. Akkor nem tudom, hogy hogy működik. Nehéz eldöntenem. Amíg gyors visszamegyünk a valamelyik otthonba, melyik van a legközelebb, ő tökéletes. Hát nem travelözgetünk, így szépen visszamegyünk, és akkor utána pedig ennyi is. Ez a kis mai Need for Speed Heat videó. De még oda szépen visszamegyünk. Mennyi pénzünk van? 129 ezer. És ugye, hát ja, hiába nézem a szintet, ugye ezt az éjszakai versenyzéseknél írem el. Szóval, következő részben érdemes lenne azt nyomni. Mert tudom, hogy itt is, vagy megcsináljuk először itt az összes olyan versenyt, amit meg tudom, nem tudom. Ezt majd megbeszéljük, kigondolom. De most az XP ez nagyon fontos lenne. Bár a pénz is. De először jobb lenne megnézni, milyen autókat oldunk fel ilyen. Legalább a 14-es szintig elérni, és akkor ott onnan meg lehetne venni a, vagyis hát nem venni, mert megvan azt a Mercedes akármit, AMG valamit. Alkába menni. Szépen lebontok itt mindent. Szépen lebontok. Na, hát ennyi kb. És azt tudom, hogy ugye itt is lehet vásárolni cuccokat. Csak az a baj, hogy amúgy eléggé drága, szóval, hogy értétek, itt lehet tuningolgatni meg ilyenek. De egy kicsit zsebbe nyúlós össze. Azért az. Dob az értékelésem. Hát nem tudom, na mindegy, találkozunk akkor még majd mindenkinek mindent, szép napot, szép estét, szép reggel, szép bármit, jó étvágyat, minden, sziasztok, majd leszek.